A tavasztól karva és lábatlan között közlekedő kis hajó már csak kívülről a régi. Elektronikába bele lehet szerelve egy modern radar, mélységmérő, szonár, a legmodernabb, azt mondom, hogy navigációs rendszer, hogy ez a hajó a kérelme szerint tudjon a Dunán közlekedni, akkor is, ha köd van, vagy rosszak a látóviszonyok. Ez egy komoly műszer, ami bele lehet szerelve. Természetesen a motorhoz, amik voltak a műszerezés, az megint egy digitális, legújabb műszereket beleszerelve, hogy aki fogja vezetni a hajót, minden információt megkap a motoroktól. A kis hajó az eredeti alkatrészekkel 4,5 tonnát nyomott, most az új korszerű alkatrészekkel nem egész 4 tonna. Annyira könnyebbek. A hajó hossza ilyen 10 méter, szélessége 3 méter 20 centi. A végsebesség ezekkel új motorokkal körülbelül ilyen 65 km-es sebesség lesz, vagy elérhető vele. Azt mondanám, hogy a üzemi sebesség ilyen 45 km-re, az ilyen nagyon jó sebesség, amivel lehet rajta működni, és akkor a fogyasztás is egy nagyon-nagyon kedvező fogyasztással fognak menni ezek a motorok. A hajóban 10-12 ember kényelmesen elfér. Hamarosan kerékpártartót is szerelnek a hajótestre. Érdekesség, hogy ugyanazzal a hajóval szállítják majd a helyieket és a turistákat, amellyel pár évvel ezelőtt még a határőrök közlekedtek. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon át nyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.